Somogyi. Szép befutás, gyönyörű labda Keller Ákostól. 7-3. Takács. Akár el is dobhatja a hármast, de nincs bent. Próbálják gyorsan visszaszerezni a labdát. Stokesnál. Itt. Somogyi Ádám játéka nagyon fontos volt egyébként a negyedik összecsapáson, mert bár nem ő dobta a legtöbb pontot, de a Savica egy triplát már bedobott, ez most nem jó, és Keller rettentően magasra megy ezért a lepattanóért. Somogyi végig tudja vinni, és be is dobja. 11 pont a külön. 5 perc alatt kaptak 16 pontot. Az nagyon sokán, főleg egy bajnoki döntőben, ahol minden egyes kis pontnak nagy jelentősége van. Somogyi próbálja végigvinni. Újabb falt, két dobás, második hibája. Szabjobb formáját nyújtotta azon a meccsen Henry, és az ő kiváló játékának is volt köszönhető. Tulajdonképpen ez a 18, majdnem 20 pont, hogyha egy negyedben csak ennyit dobna, inkább fölállnak játszani. Somogyi megint, újabb betörés, újabb Somogyi kosár, 25. Stokes, nincs meg a dupla, és ki sem tudja leszedni, elő van Benke, abból zsákolás lesz, nem is olyan bántják, még ha nincs is zsákolás, Somogyi Ádám, Perlek van 11, és Somogyi elől, jön mögötte Savicsa, nem fogja bántani. Somogyi most már 14 pontos, egyszerűen azt tudom mondani, azt kell mondanom, egyetlen egy olyan perce nem volt ennek az ötödik összecsapásnak, amelyben az Aegis Körment partiban lett volna a Falkóval. Elérheti simán az 50-et, sőt túl is lépheti a Falkó. Somogyi. Meglökték a levegőben, még ki tudja passzolni, Perl, bent van a tripla, túl az 50-en, a Falkó 51-20. Somogyi, Barács veszi át tőle, aztán gyorsan átpasszolja Váradinak. Clark próbálja közelebb hozni a gyűrűhöz, Somogyi, az igen, 19 pont. Itt kérte el Váradi Benedek a labdát, itt még egyszer megnézzük Somogyit. Verrasztó, Somogyi beleáll, és be is dobja az újabb 3 pontos. Somogyi 22 pontos ezzel, túl a 9 percen belül a bajnoki döntőben. Barács. Hát nem lesz meg a 100, ugye most már megragadtak ott 91 néhányan, most 3-nál. Volt még rá esélyük egyébként 3 perccel a vége előtt. De azért még egy 3 pontos